Lehet már pontosan tudni, hogy mennyi katona és milyen harci eszközök érkeznek Magyarországra? Még nem lehet teljesen tudni, de ez ugye egy zászlóalj harccsoport. Ilyen zászlóalj harccsoport eddig Lengyelországban, Litvániában, Lettországban és Észtországban volt, és most lesz Romániában, Bulgáriában, Szlovákiában, illetve Magyarországon. Itt meg kell várni a felajánlásokat, és azt követően tudjuk majd hát pontosan, hogy mekkora erők. De én azt gondolom, hogy ezeknek inkább a jelképes jelentősége kulcsfontosságú. Ugye gyakorlatilag arról szól a történet, hogy mivel Oroszország követelte azt, hogy a keleti területeken ne növelje a NATO a katonái, illetve eszközei számát, a háborúra másképp nem lehet válaszolni, mint hogy további elrettentéssel. Tehát pont ez azt hiszem az egyik legfontosabb. És amellett az is nagyon fontos, hogy milyen készültségi szintre emelik meg ezeknek a csapatoknak a készültségét. Ugye itt két nagy csoportról, vagy két nagy intézményről szoktunk beszélni. Az első a NATO reagáló erői, tehát az NRF egységek, ezek 30 nap alatt képesek gyakorlatilag harckészültségbe helyeződni. A másik a nagyon magas készültségi erők. A jelenleg egyébként ez körülbelül 5000 fő, és ezek pedig 2-5 nap alatt elképzelhető, hogy ezeket az erőket fogják még itt a keleti részen hát növelni, illetve hát elképzelhető, hogy ön is említette, hogy eszközöket hoznak pont annak érdekében, hogy csak katonákat kelljen telepíteni, ha arra szükség van. Említette, hogy a pontos létszám még nem ismert, bár az előbb említett egy számot, de zászlóalj csoportokról beszélt. Ez általában hány főből áll? Tehát nem arról van szó, hogy néhány tucat vagy néhány száz katona ide érkezik Magyarországra, ez egy jelentős létszámú sereg. Hát abban az értelemben feltétlenül, hogy ez 1500, 2000, 3000 fő is lehet, tehát ezek katonai mértékben jelentősek. Itt inkább az az izgalmas, hogy az egyes országok, hiszen itt több ország és nemzetközi erőkről van szó, ők mennyit ajánlanak föl hozzánk, például ugye Olaszország, Horvátország állítólag bejelentkezett, Montenegró állítólag bejelentkezett, de ezeket még várjuk, és elképzelhető, hogy Németország is be fog jelentkezni. Tehát azért nem tudjuk pontosan, mert ezek a felajánlástól is függnek, de itt mindenki valószínűleg száznál vagy néhány száznál több embert fog felajánlani, tehát ezek jelentős erők lesznek. Amióta Magyarország a NATO tagja, volt-e már ilyenre példa? Van rá példa egyébként. Az a zászlóalj harccsoport, ami most ki fog egészülni, ezt már mi hoztuk létre korábban, és ennek egyébként már vannak külföldi tagjai, tehát a szlovákok ide tartoznak, a horvátok ide tartoznak, és mi is ide tartozunk, és ez fog kiegészülni még további NATO tagállamokkal. Egyébként, mint említettem, ezek a zászlóalj harccsoportok, tehát ezekben a zászlóalj harccsoportokban mi is valószínűleg küldeni fogunk különböző helyekre. Tehát elképzelhető az, hogy a magyaron kívül, Magyarország, tehát a magyarok Magyarországon kívül is csatlakozni fognak a zászlóalj harccsoporthoz. A múlt heti NATO csúcs után Orbán Viktor videó üzenetében úgy fogalmazott, hogy a NATO erős és egységes, és sokkal erősebb, mint az orosz hadsereg számíthatott. Arra Putyin, amikor bő egy hónapja megtámadta Ukrajnát, hogy a NATO összezár, vagy inkább arra számolt, hogy esetleg a keleti országok nem ugyanazt fogják gondolni a NATO-n belül erről a konfliktusról, mint a nyugati országok.
Én azt gondolom, hogy ez utóbbi volt, és ráadásul azt feltételezem, hogy olyan gyors háborúban reménykedett Oroszország, ami kész tények elé állítja a NATO-t és a nyugati hatalmakat, vagyis nagyon gyors lefolyású háborúban gondolkodott, és utána valami megállapodásban. Én azt feltételezem, hogy nem számított se arra, hogy ennyire egységes lesz a NATO és az Európai Unió, se pedig arra, hogy ilyen határozott, mert azért a katonai lépések mellett figyelnünk kell arra is, hogy borzasztó erős szankciós rendszert helyeztek Oroszországra, és ez azt jelenti, hogy ilyen határozott, ilyen típusú szankciók eddig még nem születtek. Én azt feltételezem, hogy ez erősen meglephette Oroszországot, csak gondoljunk egy olyanra, olyan még nem volt, hogy egy országnak a tartalékait, vagy pontosabban devizatartalékának mondjuk a felét elkobozta volna, vagy megakadályozta volna az ehhez való hozzájutást. Most ez történt Oroszország esetében, a 610-630 milliárd dollárnak a felét, az gyakorlatilag, tehát mindazt, ami nyugati országokban van elhelyezve, azokat egész egyszerűen zárolta a szankciók okán az adott bank, és ez azért nagyon komoly, mondjuk az következményekkel jár. Most nem is beszélve természetesen mondjuk az exporttilalomról, ami miatt egy csomó minden, ami importigényes, az annak a termelése legalább időszakosan le fog állni Oroszországban. Aki nem foglalkozik katonai ügyekkel, hadseregfejlesztésekkel, az szűri le az elmúlt egy hónapból, hogy ennyire nehezen jutnak előre az oroszok, és ekkora veszteségeik vannak, hogy hát nem is olyan erős ez az orosz hadsereg, nem is olyan erősek a hadi eszközeik, téves ez a felfogás? Én azt gondolom, hogy erős az orosz hadsereg, de semmiféleképpen nem annyira erős, mint amennyire ezt Putyinék kommunikálni kívánták. Illetve való igaz, hogy nyugaton azt gondolom, hogy messze túlértékelték az orosz haderő erejét. Ennek nagyon egyszerűen az volt az oka, hogy egyébként vannak Oroszországban is nagyon modern eszközök, de lehet látni, hogy ezeknek a modern eszközöknek a termelése, vagy előállítása, és a hadrendbe állítása, az egy nagyon bonyolult dolog. Van, amikor nincs pénz erre, egy csomó modern eszközből olyan kevés van, hogy nem merik bevetni, gondoljunk itt a precíziós rakétákra, amit csak az első 2-3 napban használtak, onnantól kezdve hagyományos lőszer, hagyományos rakéta és hagyományos bomba van. És a másik, ami szerintem nagyon fontos, és ez az egyik nagy tanulsága gyakorlatilag ennek a háborúnak, hogy a technika mellett a képzettsége az orosz katonáknak alsó és talán középső szinten sem olyan, mint ahogy azt maga Oroszország vagy mondjuk a szakértők egy része gondolta. És ebből a kettőből, tehát hogy az eszközökből kevés van, a modern eszközökből kevés van, és hogy nem elég képzett a katonaság, ebből fakad szerintem az, hogy ilyen eredményt érnek el. Természetesen amellett, hogy szerintem rossz stratégiát választottak ki, túl sok helyen próbáltak frontot nyitni, és ezt ennyi emberrel, tehát ebben a 200 ezer ember az nagyon soknak tűnik, de ha ezt 4 frontra osztjuk el, akkor már korán sem tűnik olyan soknak, és azt gondolom, hogy például egy Kijevnek a bevétele az egy akkora feladat, amire szerintem az egész jelenleg Ukrajnában lévő orosz hadsereg sem feltétlenül elég.